Ismeritek egymást? Arannal? Személyesen még nem. Nem, nem, de imádom a képeit, amiket feltöltöget, és nem hiszem el, hogy nem tud mellé nyúlni gyakorlatilag, de csak olyan ruhát láttam rajta, ami rohadt jól áll. Úgy irigylem tőle. Köszönöm. Szerintem nagyon nagy a közösségteremtő eljárt. Most itt ki is derült a karantén idején. Te miért szereted a szüvelt? Megvalósították a kötött forradalmat. Én igazából én azt láttam a szüvelben, hogy még ilyet én nem láttam sehol. Amellett, hogy egyedi és nem tucatárunk, megfizethető. Nekem valami olyasmit adott, amit én nagyon-nagyon régen kerestem. Bebizonyították azt, hogy a kötött ruházat az nem egy idejét múlt divat, hanem nagyon is trendi. Úgy letisztult a legtöbb darab, és úgy tud hétköznapi is, meg egyszerű is lenni, hogy közben mindig van benne valami kis fűszer, valami kis csavar. Amikor szüvelruha van rajtam, akkor úgy érzem, hogy nagyon szépen kiemeli, nagyon nőiessé teszi az alakomat. Mindig találok olyan színeket, olyan fazonokat, amiket én nagyon szeretek. Bárki a korától, testalkatától, színtípusától függetlenül megtalálhatja náluk a megfelelő ruhát, legyen szó bármilyen alkalomról is. Igazából nagyon szerettem az egyedi fazonokat, a színeket. Rengetegféle szín közül lehet választani. Hát a szüvel az maga egy ilyen színterápiás hely, csak magába bemenni az üzletbe, az már felére egy terápiával. Minden passzol mindenhez. Nagyon sok fazon van. Akár ilyen lezser napokra is, elegáns napokra is, színházi előadásra is tökéletes. Akár egy sportos öltözetet is össze lehet állítani, illetve egy elegánsabb eseményen is meg lehet benne jelenni. Legyen az egy buli, egy családi rendezvény, egy komolyabb esemény, szerintem mindenre van szüvel. Hát, hogy annyira kényelmes, és ugye azáltal, hogy nyúlik, hogy nem is igazán szeretek már más ruhákat fölvenni. Mivel rollerrel járok, ezért nem mindegy, hogy mi van rajtam, és ez a szüvel tökéletes a rollerezéshez, és ugyanakkor, ha beérek az irodába, ahol már nem feltétlenül jó az, ha edzőcipőben vagyok, akkor ezeket a ruhákat lehet úgy kombinálni, hogy elegánsak is legyenek. Majdnem 3 órát vasaltam a családnak a ruháit, és akkor rájöttem, hogy de jó, hogy a szüelt nem kell vasalni. Olyan még nem volt, hogy szüel van rajtam, és ne kaptam volna egy kedves bókot. Akárhányszor szüel van rajtam, mindig van, aki megdicsér. Nagyon személyessé teszi a VIP csoport az egész brandet. Én nem csak egy ruhát kapok, ismerem mögött a tervezőt. A tervező is ismer engem, csak akkor egy ilyen izgalmas, nagy kontextusba kerül bele a ruhavásárlás folyamata. Kapok hozzá barátokat, társaságot, érdekes programokat, tehát ezek mind így egy csomagban jönnek már, és ezek hozzáadódnak valahogy a ruha értékéhez, és ezáltal is teszik szerintem különlegessé a szüvet. A társadalmi felelősségvállalás, amit például a nők elleni erőszakkal kapcsolatos kampány során végeznek, szerintem az is nagyon figyelemre méltó. Az is fontos számomra, hogy magyar vállalkozás és a hazai ruhaipar támogatom, amikor szüvet vásárolok. Kidolgozásuk, a minták, maga a fonal, és ahogy használják, nekem nagyon-nagyon visszatükrözi az én egyéniségemet, és gyakorlatilag jóformán most már csak szüvelben járok. Wow! Ennyire. És mi a kedvenc fazonod? Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert ugye mindig vannak új és újabb dolgok. Több kedvenc fazonom is van. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert több kedvenc fazonom is van. A nőies, ami követi a vonalakat, és kihangsúlyozza a formákat. Hát nekem az első szerelem az egy vízesés ruha volt. Milyen jó kis kellemes kivágott itt elől, és ilyen harang formában jön le, tehát ilyen nagyon-nagyon szépen mutat. Nagyon régóta rágtam a Zsuzsi fülét, hogy legyen már egy olyan ruha, ami deréktől bővül, és onnantól bőszoknyás. Most egy kicsit így rákattantam erre a Catwoman ruhára, de még nincsen nekem belőle. A retrokék
színből a hosszú kettőmán. Az egyik nyilvánvalóan az, ami most is rajtam van. Én nagyon szeretem ezeket az egyszerű vonalvezetésű kettőmeneket. A kettőmen ruhák azok nekem az alaptípusok, és akkor azt szoktam kombinálni többnyire az ejtett vállas pulcsikkal. Most a Marina V-ruha az, ami óriási kedvencem lett. A japán ruha, ami most is éppen rajtam van. Kismamma. Nemrég vettem sziszi ruhát is, úgyhogy abból is nagyon várom a újatlan fazonokat. Hát most ez az ejtett vállú, ami nem tudom, hogy így mennyire látszik, illetve az ott, az a csiga kardigán, azt nagyon szeretem. A legtöbb fazon a szekrényen található az a csiga mellény. Az kombinálható tavasszal, össze, télen, nyáron, hosszú ujjúval, ujjatlannal, úgyhogy az nálam egy Jolly Joker még mindig. Nekem a pulóverek állnak jól, van overallom. Talán a csipke ruha. Az egy nagyon-nagyon jól kihasználható fazon, akár tényleg ruhaként, nagyon kis, elegáns, csinos, szexi ruci, de egy farmállal, lapos cipővel, saruval pedig egy nagyon vagány kis darab. Félvállas ruhákat nagyon szeretem. Ami igazán szívszerelem, az most az a kollekció, ami kifejezetten nekem készült. Most belezúgtam az újakba is, úgyhogy mindig van valami. És nagyon szeretem még a szülinapi újat és a modern befűzős topot is. Még a szülinapi újak. Szerintem az annyira egyedi megoldás, hogy az biztos, hogy nem fog szembe jönni az utcán senki máson kivéve, aki a szüel csapatban van. Te voltál az utolsó. Nem voltam az utolsó.